Alig több mint 3 nap maradt arra, hogy kitöltsük a népszámlálási kérdőívet. Vasárnap éjfélig küldhető vissza online a dokumentum. A hozzáféréshez az a felkérő levél szükséges, amelyet szeptember végéig postázott ki a magyarországi lakcímekre a Központi Statisztikai Hivatal. Ebben található az adott címhez tartozó 12 jegyű belépési kód. Aki nem kapott vagy nem találja ezt a papír alapú értesítőt, az interneten keresztül is igényelheti a kitöltéshez szükséges számsort a népszámlálás2022.hu oldalon. Ha valaki erre az oldalra ellátogat, akkor ott van egyrészt egy lehetőség arra, hogy kitöltöm most, tehát akkor ki lehet tölteni a kérdőívet a 12 jegyű kódnak a birtokában, másrészt pedig ott lehet alatta belépési kódot igényelni. A belépési kód igényléséhez szükség van ügyfélkapus elérésre egyébként, illetve ügyfélkapus kapcsolatra. Aki nem rendelkezik ilyennel, ott azt javasoljuk, hogy kérje meg a családtagját, ismerősét, hogy igényeljen belépési kódot. Elképzelhető olyan eset is, hogy valakinek több lakása van, és mondjuk az egyik lakás az üresen áll, és nem akar oda elutazni emiatt a belépési kód miatt, akkor ebben az esetben is lehetőség van új kódnak az igénylésére. Igényléskor meg kell adni majd azt a címet, ahova kérjük a belépési kódot, illetve egy e-mail címet, ahova megérkezik ez a belépési kód. A népszámlálás online szakasza október 1-én indult. Az elmúlt 12 napban, csütörtök reggel 8 óráig, közel 2 millió címről mintegy 4,2 millió személyi kérdőív érkezett a rendszerbe. A népszámlálásban 5 millió cím érintett, vagyis országosan a dokumentumok 39%-át küldte vissza a lakosság. A területi adatok ennél beszédesebbek. A kitöltési arány a dunántúli megyékben jóval magasabb, mint a keleti régióban. Szabolcs-Szatmár-Bereg a megyék összesítésében egyelőre sereghajtó. A megyék közül egyébként Győr-Moson-Sopron megyében a legmagasabb kitöltési arány, több mint 45%, a második Pest megye 44%, a harmadik pedig Fejér megye 43%-kal. Az a rossz hírem, hogy egyelőre a megyék közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll az utolsó helyen, itt 32%-os a kitöltés. Ezzel ellentétben Nyíregyházán, tehát a megyeszékhelyen az átlagnál magasabb, 41%-a a lakosoknak már kitöltötte a kérdőívet, tehát beküldte mind a lakás, mind a személyi kérdőíveit. A kisebb szabolcs-szatmár-beregi településekről tehát alig érkeztek be eddig kérdőívek. Fontos, hogy azokat, akik nem élnek az online kitöltési lehetőséggel, október 17-től számlálóbiztosok keresik majd fel a megadott címen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legfrissebb információk szerint megvannak a számlálóbiztosok. Ugye az, hogy egy számlálóbiztos mennyi címre fog ellátogatni, az nagyban függ attól, hogy mekkora volt ugye az online kitöltési arány. Nagyjából 120-140 címet fog majd fellátogatni, illetve meglátogatni egy számlálóbiztos. Aki viszont szeretne még jelentkezni számlálóbiztosnak, én azt tanácsolom neki, hogy jelentkezzen a polgármesteri hivatalban a jegyzőnél. Lehetségesek olyan esetek, amikor valaki visszamondja különböző okok miatt a számlálóbiztos jelentkezését. Ebben az esetben nem árt, hogyha vannak tartalék számlálóbiztosaink is. A számlálóbiztosi terepmunka október 17-e és november 20-a között zajlik. Amennyiben az adatszolgáltató sem online, sem a kérdezőbiztos segítségével nem töltötte ki a kérdőívet, akkor november 28-áig a település polgármesteri hivatalában kell jelentkeznie a pótösszeírásra.